A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban beszámolunk a Média Centrum területére érkező különleges vendégek látogatásáról, valamint megosztunk Önökkel egy sikertörténetet is a fogyás kapcsán. Tartsanak velünk! Különleges vendégek érkeztek a Média Centrum területére. Hogy hogyan is zajlott ez a látogatás, abból mutatunk Önöknek egy kis összeállítást. A Vörös Marti Rádió munkatársainak mindennapjaiba tekintettek be először az Arany János iskola tanulói. A diákok itt személyesen is találkozhattak a rádiós műsorvezetőkkel és hírolvasókkal, akik ismertették is az aznapi feladatot. Nagyon sok lesz a munka, mert közgyűlés van, az azt jelenti, hogy a városvezetők ilyenkor nagyon fontos döntéseket hoznak, és nekünk az a feladatunk, a rádiósoknak, hogy ezt minél előbb mondjuk a hallgatóknak, úgyhogy ma a fő profil ez lesz majd. A látogatás ezt követően a TV stúdióban folytatódott, ahol szintén sok érdekességet ismertettek a munkatársak. Azért hoztunk mi ide, mert meg tudunk ismerni, hogy hogyan készült a hírműsor, hogyan készült a beszélgetős műsor, hogyan készült a magazin műsor, meg egyéb is, hogyan készült a Vörös Marti Rádióban a műsorok. Nagy Vanda, az iskola egyik tanulója elmondta azt is, milyen tudással gazdagodott a nap folyamán. Hogy itt veszik fel ugye az előadásokat, meg a stúdióbeszélgetéseket. Úgyhogy tényleg nagyon jó. Volt, akinek kifejezetten a hírolvasást tetszett a legjobban. Nem volt nehéz, de könnyű volt a feladaton. Vállaltam ezt az olvasást. Nagyon szeretek én olvasni. Az intézmény vezetője fontosnak tartja, hogy a gyermekek időnként kimozduljanak az intézmény falai közül, és a való életben is tapasztalatokat szerezzenek a munkavilágáról. Fontos szerintem a mai oktatási rendszerben is, meg a régiben is, hogy egy kicsit ilyen gyakorlatilasabbá tegyük az oktatást, és hogy igenis élesben lássák azokat a dolgokat, amit mi a tankönyvben, vagy akár az iskolapadban ülve, mi próbálunk elméletben elmondani nekik, és szerintem ez hatalmas élmény a számukra, és hát ugye ott itt, mivel ők autisták többségében, ők olyan speciális területeknek az igényszintjét is meg tudják valósítani, és olyan magas intelligenciával rendelkeznek, amit ugye itt is látunk, hogy én nem értettem hozzá, és mégis van, aki profi volt ezen a téren. De nem csak az Arany János iskola tanulói tettek nálunk látogatást. Integetéssel és öleléssel üdvözölték a Szent Kristóf ház lakói kolléganőnket. A fogyatékkal élők a pénteki nap folyamán Kovács Szilvi vezetésével bepillantást nyerhettek a Fehérvár Média Centrum mindennapjaiba. Elsőként a Vörös Marti Rádióban tettek látogatást, ahol a rádiósok munkáját ismerhették meg. Volt, aki rögtön ki is próbálta magát a mikrofon mögött. Mindenkinek szép napot kívánok! Köszöntöm a Vörös Marti Rádió hallgatóit! Ezt követően a Fehérvár Televízió stúdiójába indult a csapat. Megnézték, hol készülnek a különböző magazin műsorok beszélgetései, valamint a híradók. Itt is akadt olyan, aki lelkesen bújt a műsorvezető szerepébe. Jó esetű kívánok, kedves nézőnk! Önök a Fehérvári Televízió híradó műsorát látják, szeptember 25-i adását. Délután 5 órakor nézhetik a kedves nézők. Az ittet látogatás során Poser Zsoltban felidéződtek régi tévés emlékei. Én a Móri TV-ben nőttem föl, még 2010-ben, még volt még munkám, és munka közben át szoktam néha szokni a Móri TV-be, ott is ismernek, a Fenési András kollégám, mert a kollégák vagyunk ott is, még itt is. És én nagyon szeretek szerepelni nálatok is, meg Móron is. A televízió és rádió épületeiben már nem először tettek látogatást csoportok, mindig szeretettel fogadják a munkatársak a város intézményeiből érkezett csapatokat, osztályokat.
ám a Szent Kristóf ház lakóinak látogatása azért is jelentős, mert a cég kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Mi a Városmédia cége vagyunk, ezért a mi munkánk az mindenkire tartozik, aki Fehérváron vagy a környékén él. Nem akarunk elzárkózni, bezárkózni, misztikumot köríteni magunk köré, hanem arra törekszünk, hogy a mi munkánk az ugyanolyan egyszerű hétköznapi dologként legyen jelen a városban, mint bármilyen más szakma. Ezért rendszeresen fogadunk iskolákat, más csoportokat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik egy médiacég. Rendszeresen jönnek hozzánk különböző csoportok. Most legutóbb éppen a Szent Kristóf ház lakóit tudtuk fogadni nagy szeretettel, akiknek megmutattuk, hogy hogyan működik a televízió, hogy működik a rádió, mit jelent újságírónak lenni. És nagyon nagy örömmel fogadták ezt a tájékoztatást a látogatók. Örülök neki, hogy ilyen lehetőségeket tudunk kínálni különböző társadalmi csoportoknak. Szeretnénk lerántani a leplet a média misztikumáról, hiszen ez egy hétköznapi szakma. Ugyanolyan hétköznapi emberek dolgoznak nálunk, mint bárhol máshol a városban. Mi is esendők vagyunk, hibázunk, műszaki berendezésekkel dolgozunk, amik a Murphy törvényét nézzük, akkor ami elromolhat, az nálunk is elromlik. Ezt mind megmutatjuk, és akinek van érzéke, érdeklődése a mi szakmánk iránt, az bepillanthat, hogy hogy is állnak itt a hétköznapok. A fiatalok nem először találkoztak a Fehérvár Televízió szerkesztő riportereivel, operatőreivel. A 12 éves intézményi fennállásunk óta nagyon sokszor találkoztunk ugye veletek és a Fehérvár Média Centrum kollégájával, és mindig abszolút nyitottságot, empátiát és segítőkészséget tapasztaltunk, ezt nagyon köszönöm ezúttal is nektek. És úgy érzem, hogy egy társadalom, egy város lakóinak fenntartató fejlődés és együttélése vonatkozásában mindig nagyon fontos, hogy a különböző társadalmi csoportok, szegmensek ismerjék egymást, kapcsolódjanak egymáshoz, és megismerjék egymás igényeit, vágyait, értékrendjét, elvrendszerét, úgyhogy ilyen tekintetben is nagyon örülünk annak, ha a Kristóf háznak a különleges képességű fiatalja minél több társadalmi csoporttal tudnak kiépíteni kapcsolatokat, és építeni egy olyan emberi együttélést, ami segíti mind a kettő résztvevő szegmensnek az épülését, fejlődését, úgyhogy szerintem mindenképpen egy ilyen érték közvetítő jelenség ez, ha kapcsolódni tud egymáshoz két különböző szegmens. A látogatók pedig hálásak voltak a különleges tárlatvezetésért. Nekem elterelte egy kicsit a sérültségemről a dolgot, és nem érzem úgy, hogy nyomaszt a dolog, hogy az vagyok, hanem úgy érzem magam, mintha én teljes értékű ember lennék. Teréz elmondta, rendszeres nézője a Nálatok Mizu című magazinműsornak, emellett elárulta azt is, mit szeret még a Fehérvár Televízió műsoraiban. A Fehérvár TV-ben még azt is, hogy amikor híradó van, meg hát szoktunk mindenféle ilyen, hogy milyen programok lesznek a Fehérváron környékén, és voltunk már kiállítást megnézni. De mindenkinek más és más tetszett a legjobban a nap folyamán. Mutatták a stúdiót, hogy mit szerkesztenek ott, milyen képeket, meg itt, hogy a vágást csinálják, és elküldik valahova valakinek. És nagyon jó volt. Köszönöm szépen. A Fehérvár Média Centrumban tett látogatást követően a csoport sok-sok élménnyel térhetett vissza a mindennapokba, azzal a reménnyel, hogy lesz még lehetőségük részt venni hasonló programokon. Sziasztok! Új évkor sokan fogadják meg, hogy életmódváltásba kezdenek, illetve lefogynak. Ennek kapcsán mutatunk önöknek egy sikertörténetet, miszerint nem csak ilyenkor lehetséges mindez. Sokaknak nehezére esik még 1-2 kilótól is megszabadulni, azonban egy várpalotai lánynak teljesült az álma is, több mint 60 kilótól szabadul meg edzője segítségével. Akik most eljöttek hozzám a stúdióba, köszöntelek titeket. Szia! Mikor ismerted azt fel, hogy baj van, Mónika, először hozzád fordulok akkor? Hát 2020 márciusában kezdtem el járni a Rolihoz,
És az egész igazából abból jött, hogy nem lett jó rám egy ing. Ilyen 50-es méret volt. És akkor így az már azért egy olyan dolog volt, hogy na, hát gáz. És akkor igazából azt nem is akartam edzeni, hanem csak étrendet szerettem volna, de aztán üzent arról, hogy jobb lenne edzeni, és akkor úgy kezdtem el hozzájárni. Hát az első fél évben nem nagyon tartottam az étrendet se, úgyhogy az semmi nem volt, és akkor utána augusztusban volt az első diétám vele, ami olyan komolyabb volt. És te, Roli, akkor mit mondtál Mónikának, hogy hogyan érdemes elkezdeni, vagy mik voltak az első lépések? Igen, ő is, hogy mondta, hogy azt mondta, hogy csak étrendet írjunk össze meg, és akkor így magától megcsinálja. De hát mondtam, hogy már egyszer a barátnő jött, járt ugye hozzám edzeni. Mondom, miért nem jöttek el, ügyesen felépítjük az edzésedet, összeadjuk, mit, hogyan csináljunk, kardiós mozgás, étrend, és akkor úgy mondom, hogy jönnek az eredmények. Hát ilyen kis laza voltam az elején, és ugye ilyen bejöttünk, ilyen poénnak vette az egészet, csináljunk valamit, és akkor tök jó kedvünk van. Aztán egyszer csak így átfordult, hogy akkor csak rakjuk oda a diétás részét, mert jött ugye az eredmény, jobban bírta, nyilván az életmódjából is, tehát a napi rutinjából is észrevette az, hogy könnyebben mozog, mit tudom én, könnyebben veszi az akadályokat, hogyha valahol el kell menni, el kell szaladni, és akkor így kialakult benne az, hogy odafigyelj jobban a kajára, még jobban érdekelte, kérdezett, utána olvasta, tehát ugye ebből áll az egész dolog, hogy minél szélesebb tudomása van az embernek, meg minél többet át tud adni a vendégnek, és minél többet befogad a vendég, ugye annál nagyobb eredménye lesz ennek az egésznek. És mégis azért 60 kilóról beszélünk, ami nem kevés. Mennyi idő alatt sikerült ezt ledolgozni? Idén, mikor lett vége? Július vége lett vége az idei diétámnak, és akkor voltam ugye 70 és fél kiló, 70, ilyen körül mozogtam. Úgyhogy ilyen kb. Két év. Volt 2020, ja, két év. És a közérzetedhez ez hogyan járult hozzá, amiben változott, illetve te mit vettél észre, Mónikán? Hát, hogy ezt mindig egy ciklikusság szerint osztjuk le, tehát egy hosszabb diéta az ugye maximum 4 hónapig jó, meg addig lehet terhelni a szervezetet, addig lehet kizsigerelni igazából, így mondjuk, tehát addig lehet még tartani. És ugye volt egy ilyen 4 hónapos fogyással kapcsolatos ciklusa, utána volt egy ilyen kis off-szezon, ami mi hívjuk a versenyzésbe, tehát akkor nem csinálunk semmi olyan dolgot, egy picit szokjon vissza a hétköznapi életbe, tehát ne tartson ilyen szögletesen semmi diétát, és utána picit úgymond tömegnövelésbe kezdtünk, hogy szedjünk fel még több izmot, picit erősödjünk, nyilván az azzal jár, hogy picit felszed a súlyából. Tehát valójában az a 2 éves fogyás az lehetett volna még rövidebb is, csak nyilván az egészségre törekszünk, mi edzők, és hát nem azt mondjuk most akkor fél évig, meg egy évén keresztül diétázni, és akkor azt a 60 kilót, amitől megszabadult, azt csináljuk meg egy év alatt, mert lehetett volna ezt is, csak ugye az egészség számára az annyira nem lett volna célszerű. Úgyhogy csináltunk egy ilyen fogyást, megint tömegnövelést, és megint fogyást, és hogy most megint abban a stádium vagyunk, hogy most megint tömegelünk, hogy tavaszt egy olyan formát robbantsunk megint, amire azt mondják az emberek, hogy azt a mindenit, hogyan csináltad. És ehhez milyen gyakorlatok kellenek egyébként? Összetett gyakorlatokat csinálunk általában, és mivel elég jó a koordinációs képesség, mert nagyon sokat fejlődött egyébként attól függetlenül, hogy mindig ami nehézség nyilván az embernek, az nem esik annyira jól, és nem annyira motivált, hogy múlva megint csinálunk, mert úgy gyakorlatilag és nem szeretik, de minél több ilyen dolgot csinálunk, és akkor súlyzós edzés, saját testsúlyos edzés, gumiszalagos mozgások, és ugye nem csak az edzésen kell ott lenni, tehát most egy 24 órában egy órát vagyok mindenkivel, tehát az mellett le kell jönni kardiózni, meg volt beszélve, hogy mit csináljon, hogy csinálja, mit változtasson. Tehát igazából ennek mindig van egy ilyen fokozatosság, hogyha megszokja a szervezet azt, hogy ő most valamit megszokott, arra nem reagál, és mindig csinálja kell olyan mozgást, vagy olyan kiugróan nehéz dolgot, amire a szervezet megint azt mondja, hogy na most akkor megint változtatni kell, és azonosulni kell, és meg kell szokni. Mónika, tényleg valóban volt ilyen, hogy ami olyan gyakorlat, ami esetleg nehezebben ment, nehezebben sajátítottad el? Hát igen, nekem mondjuk a súlyzós edzések azok, én azt mondom, hogy hát úgy gondolom, hogy egész jól mennek, ami az már kell egy kis ilyen koordinációs mozgás, meg ilyesmi, ez egy kicsit nekem nehezebbre esik, az ilyen összetett mozgások. Megcsinálom, de azért egy kicsit olyan puffogósan. Hát mert megcsinálom, mert meg kell, de nem szeretem őket. De hát ez ezzel jár, hogy néha olyat is kell, ami annyira nem esik jól. Úgyhogy... Menjünk vissza egy kicsit az elejére, mielőtt még lefogytál, hogy te akkor lelkileg hogy érezted magad? Mi az, amit láttál a környezetettől így visszajelzésképp? Őszintén megmondom, igazából nekem semmi bajom nem volt. Tehát, hogy én úgy jól voltam, valami hiányérzet persze volt az emberben, meg azért nem olyan volt, mint most, hogy elmegyek egy boltba, és akkor megveszem, amit akarok. Tehát, hanem azért ott voltak ilyen problémák, vagy nem olyan szívesen mentem mondjuk strandra,
tehát az én barátaimat nem nagyon érdekelte a súlyom, viszont vannak ugye rajtunk kívül mások is, azért ott egész kellemetlen szituációk is voltak, de úgy annyira nem. Tehát mozgásban például annyira nem zavart, inkább lassabbnak mondanám magamat. Most annyival sokkal jobb, hogy mindezt úgy csinálhatom meg, amikor akarom. Vagy... Ja, értem. Nincsenek ilyen korlátaim nagyon. És ez annyira, egyébként ez teljesen pozitív, mert én is küzdöttem ilyen hasonló problémákkal. Mi az, amit te tanácsolnál egyébként azzal, akik túlsúllyal küzdenek? Hát igazából szerintem ezt az egészet fejbe kell eldönteni, mert ugye az elején is beszéltük, hogy nem tartottam az étrendet, meg így eljártam edzeni, ilyen jól éreztem magam, de még fejben nincs ott az ember, addig nem fog jönni az eredmény. És a Rolival is sokszor beszélünk erről, hogy legelőször itt kell, mert én is egy mindig célokat tűzök ki, de még nem vagyok ott teljesen fejben, akkor elmászkálok mellettük, tehát így elkóborolnak a gondolataim, de amikor majd ráfókuszál az ember, akkor sikerülni fog, és akkor szerintem mindenkinek így kéne gondolkozni, hogy először kis célokat kirakni, és akkor megy az egyről a kettőre. És te edzőként hogy vélekedsz erről? Mi az, amit még ehhez hozzá tudnál fűzni, ehhez a gondolathoz? Mi a fontos? Hát nyilván edzőként is azt látom, hogy az emberek megpróbálnak maguktól elkezdeni valamit. Ezt olvassák, azt mondta a szomszéd, ő neki is sikerült, meg egyéb más ilyen csoda diétákat próbálnak tartani, maguktól próbálnak meg mozogni, lemegy a kutyás sétálatni egy órába, és az neki már úgy érzi, hogy megvan a napi kardiózása. De én úgy érzem, hogy mindenféleképpen most nyilván nem azt mondom, hogy mindenkinek személyedzőhöz kell mennie, csak minél szélesebb körben tud valaki erről, hogy most éppen hogyan kell összerakni egy új életmódot, az nagyon széles. Tehát az nem hiába, ha hívják nekünk ezt egy szakmának, amit mi ezt megtanultunk, és hogy mi olyan széles tudásunk van erről kapcsolatban, hogy az étrend, a mozgás, mi jó neki, ha esetleg van sérülése, túlsúlyjal küzd. Tehát nem úgy van, hogy most neki állok, azt akkor lesz valami, mert általában azért szokták abba hagyni, és azért szokott lenni ez a jó effektus, hogy elkezdik csinálnak valamit, ami esetleg nem jó, beleunnak, nem jön az eredmény, és akkor kétszer annyi visszajön mondjuk feleslegbe. Tehát azért ez összetett dolog, és ezt mindenképpen úgy kell, hogy nézzünk utána, olvassunk róla, hogyha meg lehetőségünk van, akkor menjünk el egy terembe, és akkor egy edző segítségével akkor valósítsuk meg ezeket a dolgokat. Azért a mai világban egyébként sok embernek én azt látom, hogy nincsen ideje, hogy eljárjon edzőterembe, vagy bármi, hogy ilyen különlegesebb edzés végezzen. Annak mit tudnál tanácsolni, tehát milyen olyan sportok vannak, tehát mi az, ami a legjobban alkalmas arra, hogy fogjon valaki? Hát mi azt szoktam mondani, mindig olyan mozgást végezzem valaki, ami az nincsen megszokva, nincsen megszokott mozgás, mert nekem is mondanak olyan vendégek, hogy azt mondják, hogy a gyárban mit tudjon sétál 15 000 lépést. De mondjam, de ezt megszoktam, mindennapos. Tehát most, hogyha elkezd olyan dolgot csinálni, amit olyan kis kocogással jár, vagy hegymenetbe sétálgat, mondjuk egy kutyasétáltatás nem csak megy a városba oda-vissza, hanem mit tudjon rak be egy kis nehezítés bele. Ez meg nincsen ideje valakinek valamire, általában azzal szoktam védekezni, mindre el szoktam mondani, hogy nézd meg, hogy mennyit tévézel otthon, nézd meg a Facebookon, most már kiírja a Facebookot, hogy mennyit töltesz a Facebookon. Szerintem az átlagában mindenkinek egy 2 órát kiír a telefonja, hogyha megnézzük a beállításnak. De hát a 2 órát csak arra szánjuk, hogy főzünk le egy órában mondjuk egy 3 napra, meg járjunk el egy órában személyedzés, vagy konditermi mozgásra, és már is megvan az időszak, hogy azt mondom, hogy nincs időm. De van idő, csak arra kell fordítani, amire akarjuk az embernek. Igen, egy kicsit akkor másképp kell beállítani a hétköznapokat. Most hogy telnek nektek a hétköznapjaitok? Hát szinte ugyanúgy, mint amikor diétáztam. Minden nap megyek edzeni, majdnem nem kedd, vasárnap pihenek. Annyi, hogy most a tömegélés alatt én nem kardiózom, vagy hát néha azért besúrlanok egy picit, de amúgy nincs kardió benne, úgyhogy nem kellene olyan korán kelnem minden nap, de mivel ugye reggeliznem, uzsonnáznom, ebédelnem, ugyanúgy kell, úgyhogy minden 5-kor felkelek, elmegyek, edzek, néha este, és akkor dolgozom mellette, van házunk, van kutyám, sok, egy kis kutya, úgyhogy elég zsúfolt. Tehát én abszolút ezért edzőpárti is vagyok, mert magamtól én nem tudnám beosztani ezeket az étkezéseket se, az időmet se, tehát hogy biztos, hogy nem ilyen szinten fejlődnék. Mondjuk egy edző nélkül. Hogy állítottad össze egyébként Mónikának a mostani edzéstervét? Mostani mik vannak benne? A tekintettel arra, hogy most melyik fázisban vagyunk, így a kis tömegnővel is fázisában vagyunk, és ugye, amit mond ő is, hogy nem szed egy-két dolgot, nyilván nem csak arról szól a konditerem, most befeküdjünk a nagy súlyra, és akkor csináljunk. Tehát ezzel más olyan készségünket kell fejleszteni ahhoz, hogy minél jobban fejlődjünk.
és Molnár ez van most, hogy hiába, de hát próbálom neki mondani, hogy kell ez, és akkor egy tudomásul veszi, hogy kell ez, csak nyilván nem esik neki mindig annyira jó, hogy olyan dolgokat csinálunk, amit eddig még nem dolgoztunk a 2-3 éve, amióta együtt dolgunk edzésügyileg. És igazából próbáljunk meg minél újabb gyakorlatokat kitalálni, másképpen érkezünk, tehát most már tudjuk azt, hogy hogyan reagál mondjuk egy szénhidrát elvonásra, hogyan reagál egy magasabb kardiózásos napra. Tehát igazából mindenkinek az életmódját meg kell nézni azt, hogy ő hogy van beállítva. Tehát egy vendég eljön hozzám, meg kell nézni azt, hogy hogy étkezik, milyen műszakban dolgozik, éjszakás, délutános, nappalos. Tehát igazából nagyon sok olyan befolyásoló körülmény van, amit ő neki be kell lőni. Tehát azért vagyunk személyedzők, hogy személyesen foglalkozzunk azzal, hogy kinek milyen életmódja, és hova tudjuk berakni az edzést, így, ahogy mondtad te is, hogy nincs ideje edzeni. Egy picit át kell reformálni, az életmódváltás pont arról szól, hogy az életmódját megváltoztassunk és belőjük azt a napi rutint, ami mondjuk az szól, hogy most akkor ő neki a célját elérjük azzal, amit ő szeretne. Mit tanácsolnál még ezek mellett, akik fogyni szeretnének? Ez mellett? Hát, hogy fogyni szeretnének, hogy mindenféleképpen egészségesen fogjanak, tehát ne ilyen csoda diétákkal, meg koplalunk, meg ilyen lébő diéták, meg nem tudom milyen olyan más dolgok vannak, meg egyébként sokkal egyszerűbb egyébként, hogyha az ember rájön. Tehát azt tanácsolom mindenkinek, hogy olvasson utána, nézze meg, hogy mi jó neki, keressen fel szakembert, és mindenképpen azzal egyeztetve. Mert nem mindegy, hogy most neki áll valaki, és akkor magától csinálja meg, és mondjuk 3 év alatt eléri azt, amit egyébként egy szakemberre mondjuk 1/2 év alatt. Tehát mindenkinek az, hogy most milyen eredményt érünk el, szerintem sokkal jobb, amikor egy olyan szakemberre bízunk, akire az oda menjünk, és na most akkor ő benne bízunk, és akkor megcsináljuk. Megint milyen minőségű, mert például én láttam nagy fogyásokat, ismerek ilyen embereket, de mondjuk a minőség az látszik, hogy én edzővel fogytam, illetve edző segítségével, és ki magától, mert mondjuk nekem a bőröm minőségén is látszik. Igen, ezt pont akartam kérdezni, hogy egyáltalán semmi nem látszik. Hát azért van, sok mindent eltakarnak a ruhák, van, de nem olyan vészes szerintünk. Tehát én le is raktam erről, én nem is, az eleje óta nem szeretném megműteni magam, és most meg már végképp nem. Ebben látok különbséget még, hogy azért van minőségi fogyás, meg van az, amikor jó, lefogysz, de utána azért érzed magad rosszul, mert nem nézel ki mégse jobban. Igen, igen. Tehát... Itt azért fontos, hogy elfogad magad szerintem. Egyébként visszatérve egy kicsit, hogy vannak mostanság már különféle táplálékkiegészítők, meg fehérjeporok. Ez szerintetek mennyire hasznos, mennyikor a segítség? Edzőként te tanácsolnád el, illetve te tapasztaltál el ilyet? Hát mindenféleképpen be kell jönni annak a szinteket is, hogy most honnan kezdjünk, milyen kiegészítés kell. Ugye benne van a nevében is a táplálék kiegészítő, tehát hogy a rendes szilárd tápanyagot be tudjuk vinni azt a mennyiségű vitamint, fehérje, forrás, szénhidrátot, amit mondjuk egy táplálék kiegészítő adna, akkor azt csak akkor használjuk, amikor és tényleg szükséges. Tehát a Molynak sem volt az elején szinte csak fehérjét írtam, csak azt, hogy ízesítjük valamit, mivel az ételeit, valamint a fehérjéből ugye lehet olyan édességeket csinálni, cukormentesek és egyéb más ilyen kis receptekkel lehet ügyeskedni vele. És egy jó multivitamin szoktam felírni, egy fehérjét, és igazából innentől kezdve megállt. Tehát aki eljön, az alapból erre építünk. Nyilván, hogyha már vannak új célok, vagy tömegelésnél, akkor más kiegészítők is kellnek, meg lehet hozzá rakni, de a fogadatosság elvét mindig be kell tartani. Van-e olyan étel egyébként, amit ilyenkor teljesen el kell hagyni a diéta alatt? Mik ezek? Gondolok itt az édességre, gyümölcsökre. Mik vannak? Hát az édesség az minden kapásból mindent. Ugye nyilván egy picit meg kell szoktani a szervezet, nem mindent elveszünk, mert akkor biztos az ember falnak fut, és azt mondja, hogy úristennek, aztán szédülök, meg rosszul vagyok. És igazából nincsen szédül, meg nem esik le a vércukra, azért most nem ettem meg a napi tábla csokiját. Ez csak a fejben hozzászokott az idegrendszerünk ahhoz, hogy most neki csoki kell, meg cukor kell. Hát a gyors szénhidrátokat, tehát ilyen cukrok, az ilyen cukros üdítők, sütemények, gyorsan feldolgozott élelmiszerek, amik nyilván nem egészségesek, gyorsan felszívódó szénhidrátok, tészták, péksütemények, tehát igazából ez a halmazba beleesik nagyon sok mindent. Tehát azt mondom, hogy gyors cukor, meg egy egyszerű cukor, akkor nagyon sok mindent ki lehet bőle húzni, és ha már azt elhagyjuk, akkor onnantól kezdve már működne. Akkor működne, igen. Mik a jövőbeni terveitek? Mit terveztek? Hogyan tovább? Hát tervezgetünk, beszélgetünk. Nekem most ez a tömegelés, ez őszintén megmondom, egy kicsit nehezemre esik. Így, hogy nem úgy nézek ki, ahogy akarok. De mindennek van haszna, tehát tudom, hogy ennek is lesz haszna, Róli nem győzi el nem mondani nekem 2 napon, amikor ízekileg össze akarok omlani, hogy miért csináljuk ezt. Hát beszélgettünk a jövőben, hogy lehet, hogy
egyetlen egy versenyre elmennék, megnézni, hogy milyen. Hát de ez majd attól függ, hogy milyen formát sikerül összehoznunk, vagy hogy sikerül ez az egész. Amúgy meg nagyon más tervem nincs most. Igazából jól érzem magam, szeretek edzeni, egész hozzászoktam az életmódomhoz is, ez az újhoz, úgyhogy el vagyok. Hát akkor sok sikert kívánok nektek erre a versenyre, illetve a felkészüléshez. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.